Valaki a már hagyományos libamáj pástítomot készíti, valaki pedig az újborok közül választja ki a legjobbat. Így készül a 15. mártonnapi újboráldásra a Sárgödöl téri Présás tulajdonosok egyesülete. Idén 4 bort kínálnak majd a közönségnek, hiszen Siklósi Mátyás kádármester felajánlásával még egy hordó készül, amelybe rózét töltenek. Az egész éves munkát értékeljük azzal, hogy leülünk, nem sietünk most sehova sem, és elbeszélgetünk a barátokkal, megbeszéljük a termést, kinek hogy sikerültek a borai. És ha van újat még lehet tanulni, akkor azt is szívesen vesszük. 2017-ben egyébként jó termésről számolnak be a borászok. A rozé, fehér, síler és vörös borok is jól sikerülhetnek a borászok szerint. Az idei mártonnapi újboráldás programja 3:30-kor veszi kezdetét. A Roger Schilling zenekar muzsikával csalogatja a vendégeket, ezt követi az ökumenikus újboráldás. A katolikus templomban őrzött paksi szőlészek és borászok zászlaját bevisszük és elhelyezzük ünnepélyes keretek között a színpadon. A prominens személyek köszöntői után pedig a történelmi egyházak képviselői képviseletében Kutas Attila katolikus plébános, Neppéva evangélikus és Simon István református lelkészek elvégzik a boráldás ünnepélyes szertartását. A csapraverés és a pohár köszöntő után a kóstolás következik. Az est során a Sárgödöl téri Schiller nótakör és a Bartina zenekar biztosítja a jó hangulatot. Az új boráldásra minden bortermelő elviheti névvel ellátott, üvegpalacba töltött 2017-es évjáratú borát, amelyet a szertartást követően haza is vihet.